Flóri, hagyd abba, már vezetünk, ezekkel a szavakkal csitított a legjobb barátját, a reklamáló Albertet a Juventus elleni VVK döntőben Rákosi Gyula, aki fél ezernél is több meccsen lépett pályára a Ferencváros szerelésében, 41-szeres válogatott, olimpiai és EB bronzérmes futballlegenda, mai szemmel is modern középpályás volt, októberben lett 75 éves, ebből az alkalommal köszöntjük itt nálunk, jó reggelt kívánok, szervusz! Köszönöm szépen! Boldog születésnapot így utólag is, egy közvetítésből hallható mondat sor. Rákosi leviszi a labdát az alapvonalig, Benyessy a rövidre, Albert fejjel, gól. Hát ez nagyjából hányszor hangozhatott el a közvetítésekben, a rádióban annak idején? Hát mind a két oldalról sokszor. Mind a két oldalról jobb sokszor. Jobb oldal ugyanúgy bejött. Mert azt mondtad, és emlékszem, amikor legutóbb itt voltál, akkor halál után is beszélgettünk erről, hogy több mint barát, szinte testvér volt. Ez a barátság, ez hogyan kezdődött? Hát tulajdonképpen 1952-ben egy időben mentünk a Ferencvárosba, a kölyök csapathoz. Hát ő 3 évvel fiatalabb volt, és ezért egy kicsit én gyorsabban előrébb kerültem, és aztán nagyon gyorsan utolért engem a Flóri tudás alapján, de először 57-ben én kerültem be az NB1-es csapat, utána jött a Flóri, és valahogy úgy összekovácsolódtunk. Nem jártunk össze, nem volt az, hogy minden héten találkoztunk valamelyik lakásán, de a pályán mindig találkoztunk. És ez a pályán lett igazán jó megértés és barátság. Igen, igen. Valahogy gyakoroltuk a dolgokat, és nem is kellett félni, be kellett nyesni a labdát, és már érkezett a Flóri. Ezt a bizonyos, már visszaidézett és rengetegszer előforduló esetet, ezt mennyit kellett gyakorolni? Megbeadást? Hát igen, hát ezeket a tipikussá vált szituációkat. Nagy művészek, gyongora művészek minden nap sok-sok órát gyakorolnak, itt aztán a végtelenségig lehet gyakorolni, és minél többet gyakorolja az ember, annál jobban meg tudja, elő tudja készíteni, fő se kell nézni, be kell nyesni a labdát egy bizonyos helyre, és arra a belsőnek érkezni kell, és ezt a Flóri nagyon értette. Ajánlod a maiaknak is, mármint a sok gyakorlást. Igen, csak hát jó lenne, hogyha gyakorolnák. Uh-huh. Mert hogy abban az időben a kötelező penzumon túl, meg az együttes gyakorláson túl bennetek volt abszolút az inspiráció arra, hogy egyénileg is ott maradni, csiszolgatni, vagy akár társas összefüggésekben ezeket a mozdulatokat és ezt a játékot? Igen. Már nagyon szerettünk futballozni, és vége volt az edzésnek, hát nem mindig, mert azért sokszor elfáradtunk, akkor kimaradtunk, és szórakozásból, fogadásból gyakorolgattuk. Ahogy a régi nagyok csinálták, Öcsi bácsi, uh-huh. Puskási, föltették a bizonyos üveget a kapufára, és próbálták lenőni, ki hányszor találja a 16-osról. Én meg a beadásokat, jobbról, balról, kapról lövés, kényszerítőket, ezeket kell gyakorolni, amit a maiak nem nagyon tudnak. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor ez tradicionálisan is vitte tovább az ember. Igen. Hogy látta, hogy az előtte lévő generációban is ez volt. Hát, hogy akkor a brahi az nem az volt mondjuk, hogy fölköpni az öltözőben, hanem az, hogy eltalálni a hát igen. Kapufa tetején az üveget. Nehéz volt, meg kell próbálni, nagyon nehéz, nem olyan egyszerű dolog. És mi az Öcsi bácsik játékát, Puskás Kocsis játékát vittük tovább. Aztán jött egy szakadás, ahol mást csináltunk, mint a magyar focit aztán. Az a vége, amit most tapasztalunk. Szinte napra, vagy eseményhez kötődően meg tudod mondani ezt a szakadást? Hát akkor eltértünk a magyar futball tradíciótól? Még a Nyilasi Tibi féle válogatott, az még azért vitte a dolgokat, de utána szép fokozatosan estünk vissza. És akkor szakítottunk, vagy szakadtunk el a magyar tradícióktól? Nem, hát az a baj, a magyar labdarúgásban mi mindig mások után mentünk. Tehát mintakeresés van. Nem az, amit a magyar labdarúgás régen az aranykorában játszott, sok csatára, sok gól. Tudom, más most a felfogás, de ezt mindig lehet látni. Ha van egy-két olyan zseni, mint a Messi csatár, akkor meg lehet oldani ezt a játékot. És mi úgy gondolták, hogy a középpályán dől el a bajnoki mérkőzés, vagy a válogatott, nem, a kapuk előtt dől el, és nagyon visszállt. Alig van csatárunk, és aki van, az is egymagot elő mit tud kezdeni magával. Aha, tehát akkor ez volt az a folyamat a nyilaség után, te úgy látod, amikor elkezdtünk a saját tradícióinkkal szembe azt nézni, hogy mások mit csinálnak, hogy úgymond merre megy a labdarúgás, és akkor inkább elfelejthetjük azt, amit egyébként előtte hosszú-hosszú évtizedeken keresztül magunk életettünk. És az eredményes is volt. Uh-huh. És ahhoz kéne visszatérni most? Hát nehéz lenne ahhoz visszatérni. De vissza lehet nagyon... vajon? Mit gondolsz? Vissza, meg mindent lehet. Lehet. Én mindig azt vallom, hogyha az állatokat meg lehet tanítani bizonyos dolgokat, az embereket miért nem lehet?
Kicsi korba, ami nagyon lényeges, hogy kicsi korba, 5-6 éves, a mai gyerek hol tanulja a labdarúgást? Kimegy a klubba, kivissza a mamma vagy a papa, és ott tanulja meg, mert addig a nagymama mellett sétál kéz a kézbe, nehogy elessen, nem engedi el, mert mit szól a veje, vagy a menye, vagy akárki, és ezért ott sétálgat, totyog a nagymama mellett elnézést a kifejezésért, és a gyerek lelassul. Aztán, amikor kikerül a kölyök csapathoz, akkor a labdarúgás ABC-t kéne megtanítani. Hát a iskolában, amikor beiratkozik a gyerek, hát megtanulja az ABC-t, számára, stb. Minden. Labdarúgásnak is van egy ABC-je, azokat kellene nagyon sokat gyakorolni, mert mi, a régiek, azok a grundon, az utcán megtanultuk ezt. Mindig volt egy-két öreg, aki az hogy tart az a lábát, hogy rúgod, mindig. Mi megtanultuk, tehát valami előkészítésben már volt részünk, a mai fiataloknak nincs. Nem azt kell mérni, hogy ki milyen magas, ki milyen gyors, mert aki ma gyors, lehet, hogy hónap ő lesz a második vagy harmadik, hanem igenis, hadd játszak. Nem az rászólni a kicsire, hogy te ne cselezz annyit, ne cipeld a labdát, mert hogyha még cipeled, cselezel, akkor lecserélek, és nem. Hadd, akkor szólni kell. Hagyni kibontakozni a gyerekeket. Így van, és ezt én elég sokat járunk, hát főleg utánpótlás nagyon érdekel minket. És látjuk, hogy borzasztó ilyen problémák vannak. Meg tehát kell szabad, mutatni a gyereknek. Nem szabad leszabályozni őket. Igen. Meg kell mutatni, hogy mit kell, hogy kell csinálni. Nézzük meg egy másik részt, ami a te futballodban nagyon jelentős volt. Mi volt a titka a te legendássá vált erőnlétednek? Hát tulajdonképpen, ha szabad azt mondani, nekem ez volt a tehetségem, adottságom, hogy sokat tudtam futni, és ebben a csapatjátékban kellenek olyan emberek, akik sokat. Tehát ilyen segédmunkás szerepkör, de azért mindent megtettem, úgy a pihenés, étkezés, és nagyon sokat sportoltam. Minden sportban részt vettem, amit az iskolába beindítottak. Meghívtak, részt vettem, igyekeztem a legjobb lenni, nem mindig sikerült, de hasznomra vált az, hogy sokat mozogtam. Tehát magyarán mondom, az atlétikának sok-sok ágazatában ott voltál és versenyeztél. Mert hogy ha visszagondolok arra, például Puskás öcsi már Madridból írja az egyik levelében haza, hogy hát jó itt minden, és itt a futball persze írja Madridra, nem olyan jó, mint nálunk, viszont sokat kell futni. Ami viszont új, és hát mindegy, hát meg lehet ezt tanulni, rá lehet állni, de hát ez furcsaság. Tehát ugye gondolok arra, hogy labdaművészet, oké, az mindig is a sajátunk volt, de az a fajta elkötelezettség a fizikai állóképesség mellett, ami téged jellemzett, az mennyire tartotta szem előtt akkor a magyar futball és azóta a magyar futball? Hát szem előtt tartottam, mert a csapat szerkezetéhez kellenek futó emberek, mint az előbb is mondtam. Az én koromban nagyon sok hasonló típusú játék volt, Komora Imre, Fischer, Pintér Sanyi, akik összekötőben sokat volt, főleg bal oldalon, jobb oldalon meg kicsit pengésebb játékosok voltak, és ez tette nagyja a csapatot, hogy voltak ilyen játékosok is a csapaton belül. Az, hogyha az ember arra gondol, hogy korodat megelőzve, ugye mai szemmel is ez egy modern középpályás játék volt, amit te játszottál, ez az, hogy próbálj újat játszani a középpályán, az tudatos volt, vagy teljesen ösztönösen jött? Hát az én időmben nem úgy hívták ezt, hogy középpályás, hanem összekötő. Összekötő, jobb összekötő, igen, bal összekötő. Összekötő. Maga a szóval benne van az, hogy összekötő a védelem és a csatár sor között, igaz? És ott kellett fölle futni, szaladgálni, és ez nagyon hasznos volt, mert a szélen voltak szélsők, ma nagyon kevés van, és ezek által a védelmet meg lehetett zavarni, hogy a szélsők bejöttek, akkor én kimentem bal oldalra, vagy éppen jobb oldalra, és ez nagyon hasznos volt a játék szempontjából. És akkor, mint említetted, az étkezésben is már akkor is te tudatosan próbáltál élni. Jó, hát étkezést azért hagyjuk, mert azért a zsíros kenyér az nagyon ott volt a 50-es évek is, később is, szóval azért, de szalonnát is azért ettünk, kolbászt is, szóval az kellett, meg főleg a pihenés. Hát mondjuk az én szerepköröm az nagyon igényelt a sok-sok pihenés, szóval nem lehetett úgy éjszakázni, esetleg mások. És ami érdekes, hogy én saját magamat is edzettem. Volt egy érdekes sztori Albert Flóriánval, kint voltunk Montevideóba, és a pihenő alatt én nyomtam a fekvőtámaszt, Flóri meg feküdt a kanapén. Mondom, gyere csináld te is. Azt mondja, te kicsi, te csináld, neked kell, én meg megoldom így. De azóta is bennem, pedig nem most volt, jó pár évtizede. A Fradival is így együtt a legnagyobb sikereteknek mit tartasz, melyik mérkőzés? Most gondolok arra, hogy nyilván valami magától adódik, de nem biztos, hogy az ember azt tartja a legnagyobb, amit a közvélemény.
Hát minden a mérkőzés sikere, hogy győztünk, mert az a nem sokan, 70-80 ezer szurkoló népstadion, de nagy örömet tudtunk szerezni. De hát voltak a első bajnokság megnyerése, a 65-ös VK megnyerése, ez mind nagyon nagy dolog, és megmaradt az életemben. A válogatottal ugyanez? A válogatott az első válogatottság 1960. május 22-én népstadion Anglia ellen, bal szélsőt játszottam, világ életemben csak összekötő voltam, mindegy, győztünk 2-0-ra. De nem zavart meg? Nem, hát az nem, hát ott is lehet futni, minden poszton lehet sokat futni, és kell is. Uh-huh. Ezt is lehet a maiaknak ajánlani, tehát... Igen, uh-huh. Megedzeni kellene. Megedzeni kellene, többet kellene. Hát nagyon jó a tudományos dolog, felkészítés, ki hány centi, mennyit nő egy év alatt, de azért a labdába kismerkedni. Sikeres edző is voltál, ugye Nyilasi, Onhausz, Rapp Tibor nálad nőttek fel. Hol érezted magad jobban, a fiatalokkal, vagy első csapatoknál, felnőtt csapatoknál? Legjobban akkor éreztem magam, amikor játékos voltam, mert akkor csak magammal kellett törölni. Nagyon felelősségedzőnek lenni, jó. Igen, hát ott a ifinél nagyon jó, nagyon szép dolog, habár most már nagyon nehéz, nem vállalnám a ifi edzőséget, mert nagyon sok a szülők nagyon, mindenki edző lett, mindenki kapitány is beleszól. Nem úgy szólnak bele, bekiabálnak mindent, szóval ez a tapasztalatom, de öröm volt a fiatalokat látni, hogy fejlődtek, és az a csapat 1975-ben meg is nyerte a bajnokságot, úgyis utána pedig a ifi válogatottal sikerült, a Bozsik Józsivel hívott be, ott is sikerült a két világbajnokságon, ifi világbajnokságon részt venni, kétszer UEFA kupán részt venni. Szóval ez mind olyan öröm, hogy hát aztán felnőttekkel, hát akkor jó foglalkozni, amikor megy a szekér, amikor jó a csapat, mert akkor a közönség az ember mellett van. Hiába győzünk egy-egy meccsen, a következő 3-4-en nem, abban a pillanatban a közönség szétszedje az edzőt. Tehát, de felnőttekkel is jó foglalkozni. Ma is ott vagy a Fradi körül. Igen. Majdnem azt mondtam az Üllői úton, de hát ott Népliget. Egyelőre nem. Mi a feladat? Népliget, hát általában mindenre vevők vagyunk, de főleg az utánpótlásra. Hónap is két mérkőzés van, délelőtt 10-12, délután meg az első csapat 4 óra, úgyhogy egész napos programunk megvan, és nagyon nagy szeretett örömmel megyünk ki, hát a játék azért néha elrontja a kedvünket. Hát ez az, mikor lesz egy új stadionhoz méltó csapat? Zöld-fehérben szerinted. És lesz-e ennyi külföldiből? Hát ilyen a világ, most forog a világ, úgyhogy a külföldiek jönnek, mennek, ez most már el kell fogadni, nem tudunk mit csinálni, mert hogyha a Ferencváros megnyerni a bajnokságot, nem azt mondanák, hogy 9 idegen nyerte meg, hanem Ferencváros, a Fradi. Na most a stadion meg lesz, a Fenyvesi doktor egyszer azt mondta, hogy amikor a falelátot lebontották, hogy lesz stadionunk, de nem lesz csapatunk. Hát most úgy vagyunk, hogy nagyon szép lesz a stadion, le a kalapat, de csodálatos, egy ékszerdoboz lesz Budapesten. Hát, hogy csapat mikor lesz? Hát akkor lesz, hogyha minden edző arra törekszik, hogy a hiányposztokra megfelelő képességű játékosokat hozzanak. Fradi példa, évek óta, 5 éve, 6 éve nincs jobb bekje a Ferencvárosnak. Mindig valaki betölti, kényszerből. Miért nem lehet oda? Miért kell a 10 középpályás mellé még 10-et leszerződtetni? Fölösleges. Amikor tudatossá válik az, hogy de nagyon nehéz, mert a szponzorok is azért néha odafigyelnek, és ezt nagyon nehéz megoldani. Na hát én viszont neked még sok-sok energikus évet, meg mérkőzést, meg mérkőzés figyelést és tanácsot kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is nagyon szépen köszönöm.